Sziasztok! Mai feladat egy rendezett, zárt kert elvadult részének a bozótlanítása, ami nem más, hogy itt, ugye, itt lehet látni akász sarjak, ki itt elvadultak, itt egy fűrésztárcsás beavatkozást fogunk végrehajtani, kis bozótirtásos dolog, nem nagy a terület, viszont hát azt sem mondom, hogy olyan vastagok lennének, de kell vele kicsit dolgozni, de meg fogjuk csinálni. Mit fogunk hozzá használni? Oleomag BC550-es és a fűrésztárcsa. Nézzétek meg, milyen fasz a pólón van. Kis önpromó. Mi így gondoljuk egyébként, hogy nem kell márkák miatt az embereknek összeveszni. Így is van, az embereknek elég gondjuk. Teljesen felesleges még gerjeszteni az ilyen ellentéteket. Ez a póló 1.hu által készített és onnan megvásárolható, tehát az ő webshopjukból megvásárolható termék. Olyan vegye meg, aki kedvel minket, és aki egyetért ezzel a gondolatisággal. Úgyhogy ilyen ez az új póló. Na, így néz ki a BC550-es, felszerelve a Oregon típusú fűrészfogas lappal. Már csak azért is fűrészfogas, mert ugye ez tényleg az a fog kialakítás, amit láncfűrész reszelővel kell élezni. És ami gyári tartozéka még, illetve nem ő, gyári extraként rendelhető, ez az alumínium tömb, ez a szórásvédő, ami arra hivatott, hogy amikor fásszárú növényt vág az ember, akkor ide betámaszza, ide behúzza, és akkor valamihez kitámaszva levágja. Mert ezt a gyakorlatban is meg fogom mutatni. Enélkül is lehet fűrészelni, csak akkor oda-vissza tud rúgni a fűrésztárcsa, úgyhogy én azt javasolnám, hogy aki teheti és biztonságosan akar dolgozni, az ilyesmivel használja, jó? Tehát a műanyag szórásvédő azért nem jó, mert egyrészt az széttöri, másrészt az mindenbe beleakad, meg azon nincs így kiképezve ez az ütődés, hogy ide ütődjön az ág. Thank you.
egy kis update. Ennyire izzasz meg ez a meló. Az orrom is megsérült, úgyhogy hazajöttem a kellő védő ruházatért. Na szóval, az van, hogy meg kellett szakítani különböző okok miatt a munkát, és ha már egyszer így alakult, akkor már úgy döntöttem, hogy kicsit felturbózok a munkaruházatunkat, mivel hogy ez a tüskés akác, ez azért nadrágon keresztül tud kellemetlen meglepetéseket okozni, és mivel van nekem kifejezetten ilyen bozótiltású fükkaszálláshoz való nadrágom, majd abba fogom folytatni, valamint, ha már így alakul, miért ne, hogyha már egyszer orrba vág a tüskés ág, akkor inkább próbáljuk meg elkerülni, föl fogom elni a sisakomat. Nem azért, mert a fejemre fog esni valami, hanem azért, hogy ne vágjon szemközt egy ilyen tüskés ág. És folytatjuk tovább a munkát, jó? Szóval, ez az a nadrág, ami kifejezetten fükkaszálláshoz való. Ugye ez hasonlít a vágásbiztos nadrághoz, megpróbálom megmutatni, mennyire van benne. De az a különbség, hogy ebben olyan betét van, ami kifejezetten az ilyen tüskés, meg az ilyen bozótos dolgok ellen nyújt védelmet, valamint a kő visszaverődés, visszacsapás ellen. Most megélezzük egy kicsit a izét, fűrésztárcsát, aztán folytatjuk a melót. Hallod, Katica bácsi? Hangosabban beszél, mert nem hallják. Az az egyik, a másik meg az, hogy körülbelül van közöttünk egy olyan 50 méteres különbség, tehát nem tud megfertőzni se a Katica bácsi, se én őt. Na. Így van. Na, az van, hogy a BC550-est használjuk erre a célra, aminek az ereje természetesen bőven elegendő, sőt még több is, mint ami kellene, de mivel van a BC550, akkor ez mindenre is jó, mondjuk így mindenre is jó. Most az van, hogy néhány perces erőteljes használattól ugye ez az élezhető tárcsának az éle kimegy, vág még rendesen, ahogy kell, tehát lehet vele dolgozni, de mint a láncfűrész esetében is jobb, hogyha élesen hagyjuk, és akkor hosszabban kitart a buli. Most megmutatom, hogyan lehet ezt megélezni a láncfűrész reszelővel. Szóval van ez a fűrésztárcsa, aminek a fogai hasonlítanak a láncfűrész láncon lévő gyalufogakhoz, és a gyári ajánlás is úgy mondja, hogy 5,5-ös reszelővel kell reszelni. Így néz ki, nem tudom mennyire adja vissza. És hogyha körbeérünk, akkor ugyanígy, mint a láncfűrész, a másik feléről is. Ennyi szöget adok neki, nem többet, körülbelül egy olyan 10-15 fok, mert én azt gyárilag se volt rajta olyan de nagy szög. Ellenben a legfontosabb az, hogy legyen egy vágó él, tehát legyen egy sarkos él. Hála Istennek működik foga, hogy sokáig tartson körbe érni vagy. Isten igazából körbe is értünk. Átfordítom úgy a kasszát, hogy másik felét is könnyedén elérjem. Ugye, mivel ez könnyebben érintkezik a talajjal, mint mondjuk egy láncfűrész, itt azért előbb kikapja az élét, főleg egy kicsit földbe ér, kavisba ér. Azt viszont tény és való, hogy amikor éles, akkor nagyon könnyedén viszi a zakás sarjakat, nem okoz neki különösebb feladatot, inkább azt látni, hogy pillanat alatt mindegy ilyen lézerrel, vágnád vagy szamuráj karddal pillanat alatt átkapja. Viszont ha életlen lenne, akkor az lenne, hogy kicsit erőlködne, meg füstölne, meg hüglődne a gép.
És egy élezést nem tudom semmit se igazából. Tankolásonként miért ne élezném meg? A tankolásról is annyit, hogy az eddigi munkához még nem fogyasztott el egy tankot, csak mivel ugye megálltunk, így akkor már megtankoltam, és körbe is értünk, és az a lényeg, hogy tankolásonként, ha meg van élezve, akkor biztos, hogy hosszabban lehet használni ezt a tárcsát. Hirtelen a felindulásból ennyit sikerült megoldani. Most már érzem, hogy egy kicsit megint életlen lesz a fűrésztárcsa. Úgyis tankolunk, élezünk és egy utolsó nekifutás. A nadrág nagyon jól szerepel. Hát jó, most így hülyén hangzik. Sokkal kényelmesebb, mint egy hagyományos szövetnadrág, mert
nem bök minden pillanatban nagyon az akác, ellenben meleg. De jól működik, jól funkcionál. Élezés 2. Mert úgy próbálom csinálni, hogy látszódjon valami. Így talán látszódik. Hát igen, most azért keményen elment az éle. Kijavítjuk, és hatékonyabban fogunk dolgozni vele. Véget ért a móka mára. Néhány óra alatt sikerült. Vagy nem is tudom, hogy óra volt, vagy perc, vagy tököm tudja, nem is mértem az időt. De sikerült megoldani a feladatot. Nézzünk körbe. Így néz ki az egész. Így néz ki. Hát össze kell gyűjteni. Aztán el kell tüzelni. Mint ahogy ott történik már. Úgy. Ja.
sorruházatomból simán kiveszek ilyen tüskéket. Dagatyát? Ezt nem érte különösebb sérülés. 550 ismét, mint mindig szerintem tette a dolgát. Az erővel szerintem az 550-nél nincsen gond. Tehát nem tudsz neki olyan feladatot adni, amitől ő kevesebbnek lehetne titulálni. Megoldotta. Na jó van akkor. Akkor ennyit a akász sarhírtásról. Szevasztok!